Sziasztok! A mostani videóban megnézzük, hogy a dugaszorós panelen összerakott Sanguino kapcsolást hogyan lehet nyomtatott áramkörre átültetni, és így egy sokkal jobban felhasználható panelt építeni belőle. Kezdjünk is hozzá! Első feladatunk, hogy meglátogassuk a Sanguino wiki oldalát, és onnan letöltsük a Sanguino panel nyomtatott áramkör terveit. Sajnos a megadott link már nem működik, de se baj. A Google Code archívumából még elérhetőek. A panel rajzolata Eagle szoftverben készült, de szerencsére a Gerber fájlok -ok is mellékelve vannak, így elég csak azt kedvenc gyártónk számára átküldeni. Akik nem annyira jártasak ezen a területen, azok kész panelt is rendelhetnek az internetről 600-1200 forintos áron plusz postaköltség. Ha megszereztük a nyomtatott áramkört, hozzá is kezdhetünk a munkához. Az építőelemek listáját megtaláljátok a videó leírásában. Első lépésként a tüske sort forrasszuk a panel alsó részéhez. Vágjuk méretre a 40 pórusú egyenes tűs sorkapcsot. Ezen keresztül tudjuk majd a panelt a dugaszoros próbapanelhez illeszteni célszerű a tüske sorokat a forrasztás előtt a próbapanelbe illeszteni, és csak ezek után ráfektetni a nyomtatott áramkört. Ez segít abban, hogy a nyákra merőlegesen tudjuk beforrasztani a sorkapcsokat. Nagy körültekintés mellett forrasszuk be mindegyik sor első szemét, hiszen ez fogja meghatározni az egész sor illeszkedését. Most forrasszuk be a 10 kg os ellenállást a szép beültetéshez használjunk arkatész Bármilyen orientáció mellett beforraszthatjuk ezt az alkatrészt. A kvarc kristály számára forrasszuk be a két apró sárga 22 pikofarát kapacitású kerámia kondenzátort, nem kell figyelnünk a lábak irányára itt sem. Most vágjunk le egy hatpólusú darabot a 90 fokos tördelhető tüske sorból a soros kapcsolat számára, és forrasszuk azt a panel végéhez. Ezen keresztül fogjuk programozni a szangóinunkat. A 40 lábú lemezes IC foglalat beforrasztásánál figyeljünk oda, hogy a foglalat egyik oldalán látható apró mélyedés egyezzen a nyákon látható rajzolattal. Forrasztásnál figyeljünk arra, hogy minden lába helyén legyen és egyenesen álljon. A vörös reset és a zöld póvel led beültetésénél figyeljünk a lábak orientációjára. A LED rövidebb lába a katód csatlakozik a szita rajzolat, lecsapott sík oldalához. Minden alkatrész beültetésénél törekedjünk a minimális láposzakra. Az 1 kOhm-os áramkorlátozó ellenállásokat vertikálisan kell a panelhez forrasztani, ezért a képen látható módon kell a lábait meghajlítani az ellenállásoknak. A 16 MHz-es kvarc kristály bármilyen orientáció mellett beülthethető a kerámia kondenzátorok közé a polaritás csere ellen védő diódát a nyákon látható szita rajzolatának megfelelően kell beforrasztani. A diódán látható fehér csíkot kell illeszteni a rajzjelhez. A reset gombot helyesen csak egyféleképpen lehet a panelhez illeszteni, ha ez megvan, akkor beforraszthatjuk az alkatrészt. A négy darab 100 nanofarát kapacitású kerámia kondenzátorokat bármilyen orientáció mellett beforraszthatjuk, tegyük meg mind a négyel egymás után ezt. Az autóreszelt jumper csatlakozóhoz vágjunk le egy két pólusú darabot az egyenes tűs sorkapocsból és illesszük azt a panelhoz. A forrasztásnál figyeljünk arra, hogy egyenesen álljanak a pólusok végül húzzuk rá a jumpert, ami aktiválja az automatikus reset funkciót. Figyelem, ha ezt kihagyjuk, akkor minden kódfeltöltés előtt manuálisan meg kell nyomjuk a reset gombot, egyébként nem lesz sikeres a feltöltés az Arduino fejlesztő környezetből. A GTEC funkció eléréséhez egy 2 pines egyenes apa szallakkábe csatlakozót forrasztunk a panelra. A csatlakozó egyik oldalán látható egy bemetszés, ezt kell a szita nyomat vajzolathoz illeszteni. A tápegység ajzat forrasztásánál ne ijedjünk meg, bőven adagoljuk a forrasztóont, hogy az alkatrész a helyére kerüljön. Az áramkörön belüli soros programozó eléréséhez egy 2x3 pines egyenes tűs sorkapcsot forrasztunk a nyákra. Ezen keresztül tudjuk közvetlenül programozni a mikrovezélőt, ha szükséges. A 100 mikrofarad kapacitású elektrolit kondenzátorok beültetésénél figyelni kell a polaritása, az áramköri alkatrész hosszabbig lába illeszkedjen a szitanyomat pozitív szimbólumához. A tolókapcsoló segítségével tudunk választani az USB és a külső táp között. Bármilyen orientációban be tudjuk forrasztani ezt az alkatrészt. A 7805-ös típusú feszültség stabilizátor IC bekötésével biztosítjuk a stabil 5 voltot a szanguinó számára. Forrasszuk úgy, hogy az alkatrész fém hátla füle kifelel nézzen. Mielőtt magát a mikrovezérlőt a foglalatba helyeznénk, teszteljük a panelt. Kapcsoljunk rá egy külső tápot, és figyeljük meg, hogy a zöld led hogyan világít a tápkapcsoló eltolására. Mérjük meg, hogy valóban stabil 5 voltot kapunk a megfelelő kivezetések között. Egy vezetés segítségével végül kapcsolgassuk ki be a dibagledet is. Ha az alap teszteken sikeresen átmegy a panel, haladhatunk tovább. Elérkezett az idő a mikrovezérlő behelyezésére. Az IC egyik oldalán látható apró mélyedésnek egyeznie kell a beillesztéskor a lemezes foglalat mélyedésével és főleg a szitanyomat rajzolatával. Nagyon óvatosan, de mégis határozottan kell a foglalatba nyomni az IC-t, igyekezzünk nem eltölni vagy hajlítani a lábait a vezérlőnek. Első példaprogramunk feltöltéséhez az USB programozót kell a panelhez illeszteni. Az USB TTL soros programozó oldalán a bekötést az ábrának megfelelően kell elvégezni. Sanguino oldalon hasonló a bekötés, csak a TX és RX lábak fel vannak cserélve. Végül kapcsoljuk a tápkapcsolót USB módra a panelen, majd a dugdosós panelen állítsuk össze a debug áramkört. Az Arduino ide segítségével pedig töltsük fel a Blink példakódot. A szoftver környezet konfigurálását az előző videóban részletesen megtekinthetjük. Ha az ismerős LED villogást tapasztaljuk a feltöltés után, akkor kijelenthetjük, hogy elkészültünk az első Sanguino fejlesztői panelünk építésével. Remélem tetszett ez a videó, és sokaknak megjött a kedve egy saját Arduino alapú fejlesztői panel megépítéséhez. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem, minden kérdés véleményt és észrevételt szívesen veszek. Sziasztok!